Mióta kidobták az internetre, és mindenki által elérhető, ingyenes a ChatGPT, azóta boldog-boldogtalan erről beszél. Mindenki podcastet csinál erről, mindenki videót csinál erről, mindenki beszél az algoritmussal, mindenki tanítja az algoritmust, mindenki próbálja megvitatni a saját platformján, hogy ez jó vagy nem jó, használni kell vagy be kell tiltani, és ez mind szép és jó, csak halálosan unalmas a diskurzus. A vita lényegében arról szól, hogy itt van egy mesterséges intelligencia, ami hatalmas fenyegetést jelent az emberiségre, és kérdéses, hogy egyáltalán ezt, hogy használjuk, ha használjuk akkor, miféle korlátozásokkal, vagy egyáltalán érdemes ezt használni, mert akkor a veszélyt fog jelenteni az emberiség számára, hogy ez is alapvetően kérdéses. Nekem alapvetően már az AI elnevezéssel, vagyis, hogy. Itt egy mesterséges intelligenciáról beszélünk, már ezzel is problémám van. Az, hogy itt egy mesterséges dologról beszélünk, az vitathatatlan. De az, hogy itt bármiféle intelligenciáról is beszélhetünk, azt szerintem teljesen bornírt feltételezés. És lehet, hogy már itt a nevezéknél valami el lett rontva az egészbe, és innen is tud felgerjedni egy ilyen hatalmas, mitikus dolog az egészből. Én egy fontos invenciónak tartom a mesterséges intelligenciát, de sokkal helyén valóbb lenne, ha nagy adatalapú algoritmusnak hívnánk. Mivel az nagy adatok alapján, amiket beletáplál az ember, bizonyos, meghatározott, manipulált algoritmusok alapján kiad valamit. Ma már minden idők legnépszerűbb internetes vloggere Casey Neistat nice is iratott a mesterséges intelligenciával saját magának vlogot, amit el is játszott, meg lehet nézni az interneten. Az, hogy ez mennyire életképes, az már teljesen más kérdés. Segítek, egyáltalán nem életképes, és baromi béna, és unalmas. Az ilyen algoritmikus tevékenységekből mindig is hiányozni fog a lélek, és készínéztetnek a videoblogjai pont ettől voltak jó, hogy emberiek voltak és személyesek. De egyébként sok más helyen tényleges hasznát lehet venni. A mesterséges intelligenciának. Például abban a pillanatban, ahogy kidobták az internetre ezt a ChatGPT nevű szoftvert gyakorlatilag az iskolai és az egyetemi eszeírást az eddigi értelmében zárójelbe tette. Innentől kezdve teljes mértékben meg van kérdőjelezve az, hogy ki milyen eszét ír az iskolába, hogy mennyi ehhez neki a saját hozzáadott értéke, de én ezt sem tartom egy hatalmas nagy problémának. Itt az emberiség kapott most egy eszközt, ami eszközt lehet jól vagy rosszul használni. És amikor én magam elgondolkodok azon, hogy egy bizonyos dologgal kapcsolatban mik a valós és mik a releváns kérdések, hajlamos vagyok olyan emberekhez nyúlni, akikben intellektuálisan megbízok és sokat adok a véleményükre. Ilyen számomra az a közéleti témákban is rendszeresen megnyilatkozó, Kortárs filozófus, aki számomra mindig nagyon fontos szellemi táplálékot ad, és nagyon jó kérdéseket dob fel. Ez a kortárs filozófus Szlávó Zsizsek, aki egy nagyon rövid kis cikkében reagált erre az egész mesterséges intelligencia és poszthumán kérdésre. Nézzük a cikket! A cikk 2023 április 7-én íródott a Project Syndicate nevű online platformon, és az az eredeti címe, hogy Post Human Desert, vagyis a posthumán sivatag, és így kezdődik. A korábbi technológiai újításokkal ellentétben a mesterséges intelligencia nem arról szól, hogy az emberiség uralja a természetet, hanem inkább arról, hogy teljesen lemondjon az irányításról. Akár felismerjük, akár nem, a technológia által lehetővé tett régi, antropocentrikus arrogancia hamarosan átadja a helyét az emberi irrelevanciának és értelmetlenségnek. Azt lehet mondani talán, hogy a virtualitás megjelenése előtt tényleg minden technológiai újítás arról szólt, hogy hogyan tudjuk a természetet leuralni és kizsákmányolni. Gondoljunk csak arra, hogy a mezőgazdaságban az emberi erőt hogy váltotta fel először az állati erő, majd a gépi erő. Ez mind-mind egy hatékonyabb módszernek bizonyult arra, hogy egyre nagyobb mértékben lehessen a természetet kizsákmányolni. De ha csak végig gondoljuk azt, hogy a közlekedésünket tekintve, hogy fejlődtünk, akkor is ugyanezt figyelhetjük meg. A kezdeti gyaloglást felváltotta a lovaglás, majd mondjuk a lovak által húzott kocsi, majd az autó és a repülő. Ez mind-mind egy hatékonyabb módszer volt arra, hogy A pontból B pontba eljusson az ember, és ezáltal a tevékenységével valahogy nagyobb szeletet hasítson ki a világból, és ezáltal ott a világban valami kevesebbet hagyjon, tehát hogy a természetet nagyobb mértékben tudja kizsákmányolni. Aztán, ahogy ezek a technológiai fejlődések kezdtek átkerülni a virtuális térbe, az online szférákba, úgy kezdett el ez a folyamat a természet kizsákmányolása helyett sokkal inkább az emberi irrelevanciáról szólni. Gondolhatunk itt a közösségi médiumokra is, ahol tényleg már csak a virtuális avatarok a lényegek, azok, hogy ki mit képvisel az online térben, nem pedig az, hogy az azon kívüli valós emberi kapcsolataink hogy is festenek. És ennek a legújabb letéteményese a mesterséges intelligencia, például a ChatGPT. És ahogyan megjelenik a piacon ez a szoftver, ez a termék, főleg úgy, hogy ingyenes, egyből jön egy válasz reakció is erre. Zsizsek azt írja, hogy a The Future of Life Institute nyílt levelét, amelyben a mesterséges intelligencia fejlesztésének 6 hónapos elővigyázatossági szüneteltetését követeli már több ezer magasrangú személyiség, Köztük Elon Musk is aláírta. Az aláírok attól tartanak, hogy a mesterséges intelligenciával foglalkozó laboratóriumok irányíthatatlan versenyfutásba kerültek az egyre nagyobb teljesítményű rendszerek kifejlesztése és bevetése érdekében, amelyeket senki, beleértve az alkotókat is, nem képes megérteni, megjósolni vagy ellenőrizni. Na, itt bejön a képbe egy nagyon érdekes aspektus az egésznek. Miről szól ez a nyílt levél? és kik is írták alá. És miért fontos ez? Nos, ha elolvassuk ezt a nyílt levelet, akkor azt láthatjuk, hogy ezek a nagyhatalmú emberek kifejezésre juttatják mérhetetlen aggodalmukat és félelmüket ezzel a nagyon-nagyon veszélyes technológiával kapcsolatban. Nos, ez itt már meglehetősen bűzlik nekem. A földbolygón lévő jogi és anyagi egyenlőtlenségek miatt nem nagyon aggódnak ezek az emberek. A klímakatasztrófa miatt annyira nem aggódnak ezek az emberek. A világ számos országában elharapódzó illiberalizmus és populizmus feltámadása ellen nem nagyon aggódnak ezek az emberek. Az a tény, hogy van egy ország ma, 2023-ban, ahol 26 millió embert állati sorban tartanak, az nem nagyon aggasztja őket. Az, hogy ennek az országnak még ezen felül atomrakétái is vannak, nem nagyon aggasztja őket. Az, hogy a cégeik miféle kárt okoznak a világban, az nem nagyon aggasztja őket. De ez a mesterséges intelligencia megjelenése olyan veszélyes lehet a társadalmainkra, hogy ezt azonnal be kell szüneteltetni. És megállt kell parancsolni ennek a mérhetetlen növekedésnek. Nos, ha megnézzük, hogy kik is írták alá ezt a nyílt levelet, akkor már kicsit könnyebben kikristályosodik, hogy miért is mondják ezt ezek a nagyhatalmú vezetők, és hogy miféle veszélyt is jelent ez a ChatGPT. Az aláírók listáját böngészve azt vettem ész, hogy alapvetően kétféle ember írta alá. Az aláírók egyik csoportjába azok a közéleti intelektusok tartoznak, akik a szakmájuk szempontjából sokat tanulmányozták ezeket a technológiákat, sokat foglalkoznak a mesterséges intelligenciával, és azt gondolom, hogy tényleges veszélynek tartják ezt az emberiségre. Ilyen mondjuk az izraeli történész Yuval Noah Harari, vagy a író Darren Achamoglu. Én őket nagyon nagyra tartom, nagyon nagy érdeklődéssel olvastam a munkásságukat, és komoly intellektusoknak tartom őket, és azt gondolom, hogy ők ténylegesen aggódnak emiatt, és tényleges veszélynek tartják, és mindenféle hátsó szándék nélkül írták alá ezt a nyílt levelet, és foglalkoznak a témával. Azonban az aláírók másik típusa számomra már egy sokkal képmutatóbb álláspontot tud a magáinak, ezek pedig a technológiai cégek CEO-i, vagyis cégvezetői. Ide tartozik ugye a jó Elon Musk, ahogy már Slavoj Zizek is megemlítette, aki ugye a marsra akarja repíteni az emberiséget, és megváltani zöld energiával a bolygót, de ez a mesterséges intelligencia, ami gyakorlatilag nagy-nagy adatok alapján igazából csak kiköp pár dolgot, sokszor hazugságot, sokszor használható dolgot, ezt végtelenül károsnak tartja Musk nyilván azért tartja károsnak, mert neki nincs ebbe pénze, és ebből ő nem fog profitálni. Ne legyenek illúziói senkinek. Ugyanez vonatkozik az Apple társ alapítójára Steve Wozniakra. És ugyanez vonatkozik a Tristan harris a Stuart russell a Bart salman stb. stb. Azt lehet látni, hogy mindannyian valamiféle technológiai cégben érdekeltek, de ez a technológiai cég még nem tudott ebből a mesterséges intelligencia piacról megfelelő mértéket kiszakítani, még nem tartott a fejlesztésekben, mint a ChatGPT, és ezt egy hatalmas veszélynek tartják, csak azt kell érteni, hogy nem az emberiségre tartják ezt nagy veszélynek, hanem a saját bizniszükre, a saját profitjukat tartják hatalmas nagy veszélyben. Ha egy ilyen történeti analógiát kellene hozni erre a nyílt levélre, én azt képzelem el, hogy a 19. században vagyunk, mindenki még lovakkal jár, de már Henry Ford és a többiek így kezdik kifejleszteni a robbanó motoros autókat. És amikor megjelenik az autó, előáll egy intellektuális és gazdasági értelmiségi csoport, és azt mondják, hogy ez az autó, ez nagyon veszélyes lesz ránk. Miért lesz veszélyes? Egyrészt azért, mert mi, közéleti intellektusok, sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és sokkal több baleset lesz, a károsanyag kibocsátás, az sokkal károsabb lehet, mint a lovaknak, stb. stb. Ez úgy gondolom, ha volt ilyen csoport, fakadhatott egy őszinte aggódásból. De a másik csoport pedig a lótenyésztők csoportja. A lótenyésztők azt mondják, hogy hát, ha itt jönnek az autók, akkor az nagyon-nagyon nagy veszélyt fog okozni. Kinek is? Hát nekünk a lótenyésztőknek, mert nem lesz többé szükség a mi lovainkra, illetve mi az autófejlesztésben még nem tartunk ott, mint Henry Ford és a többiek. Itt úgy gondolom teljesen egyértelműen erről van szó, hogy a ChatGPT féle lótenyésztők még sehol nem tartanak a technológiájukba, és azt gondolják, hogy ha 6 hónapra befékezik ezt a technológiát, akkor ők is valamilyen szinten, látva a ChatGPT sikereit, majd ők is fel tudják venni a versenyt, és ezáltal a piacon nem tud monopól helyzetbe kerülni az OpenAI által fejlesztett szoftver. Senki ne gondolja azt, hogy itt a cégvezetők vagy bármilyen másik esetben az emberiség előnyét tartják a saját maguk szeme előtt, a saját profitjukkal szemben. Slavoj Zsizsek az alábbi kérdés felvetéssel folytatja. Mi magyarázza a pánik kitörését az elit egy bizonyos nemzedékében? Az ellenőrzés és a szabályozás nyilvánvalóan a történet központjában áll, de ez kinek az érdeke? A javasolt féléves szünet alatt, amikor az emberiség számba veheti a kockázatokat, ki fog kiállni az emberiség mellett. Mivel a kínai, indiai és orosz AI laboratóriumok talán titokban folytatni fogják munkájukat, így a kérdésről szóló globális nyilvános vita elképzelhetetlen. Nos, ez úgy gondolom, hogy teljesen jogos felvetés. Ha a nyugati cégek még be is szüntetik ezt az AI fejlesztést, akkor egészen biztos, hogy az orosz, az indiai és a kínai AI fejlesztő cégek ezt csak egy lehetőségnek fogják tekinteni, és ők vagy nyíltan, vagy titokban mindenképpen fogják fejleszteni a saját mesterséges intelligencia szoftvereiket. Ez nekik csak egy olyan előnyt fog jelenteni, hogy innentől kezdve nekik síkfutás van, nem pedig gátfutás, úgy, mint a nyugatnak. Senki ne gondolja azt, hogy a kínai, az orosz vagy az indiai cégek majd ezt a hirtelen jött komparatív előnyüket félre fogják tenni, és a közös emberi jó érdekében majd le fognak állni az AI fejlesztéssel, de én még azt se gondolom, hogy ha mondjuk jönne ez a szabályozás, akkor a nyugati cégek leállnának az AI fejlesztéssel nem vagyok ennyire naív, nem gondolom, hogy az Open AI, még ha le is korlátoznák, akkor is teljesen lehúzná a rolót fél évre, és akkor azt mondaná, hogy oké, most mindenki elmegy a Bahamákra nyaralni egy kicsit. Nem gondolom, hogyha ennyi pénzt, időt és energiát beletettek már ebbe a projektre, akkor azt lehet mondani nekik, hogy oké, most pihenjetek fél évet, menjetek el nyaralni egyet a Balatonra. Nem, ez nem így működik szerintem. A szlovén filozófus úgy folytatja, hogy mégis el kell gondolkodnunk azon, hogy mi forog kockán. Joano a Harari történész 2015-ben megjelent Homo Deus című könyvében azt jósolta, hogy a mesterséges intelligencia legvalószínűbb következménye az emberi társadalmon belüli radikális, az osztálykülönbségeknél sokkal erősebb megosztottság lesz. Hamarosan a biotechnológia és a számítógépes algoritmusok egyesítik erejüket. Testek, agyak és elmék előállításában, aminek eredményeképpen egyre szélesedik a szakadék azok között, akik tudják, hogyan kell testeket és agyakat tervezni, és azok között, akik nem. Egy ilyen világban azok, akik a haladás vonatán utaznak, a teremtés és a pusztítás isteni képességeire tesznek szert, míg a lemaradók a kihalással fognak szembenézni. Azt lehet elmondani Juan Noah Harariról, hogy ő nem csak egy történész, hanem egy közéleti intellektus is. Manapság már sokkal inkább az utóbbi. Johan Noah Harari első könyve, a Sapiens, még egy történészi munka volt, de az sem teljesen történészi, hanem már egyfajta közéleti gondolkodás módban fektette le a történelmnek a nagy-nagy eseményeit. És egy ilyen közérthető mindenki által érdekes formában mondta el nekünk az emberiség történetét. A második kötetében a Homodeuszban, amire itt ugye Zsizsek is hivatkozik, abban már az emberiség jövőjéről értekezik, az emberiség múltja alapján. A harmadik kötetében a 21. században pedig teljesen a máról beszél. Érdemes mindhárom kötetet elolvasni, de azt érzem, hogy ahogy haladunk előre, az első kötettől a másodikig, a másodiktól a harmadikig, úgy egyre kevesebb szellemi munícióból dolgozik Harari is, de attól függetlenül érdemes elolvasni. És itt az, amire Zsizsek már a sorok között utal, Hararinak az a gondolata, hogy a technológia elburjánzásával az egyre inkább Fejlődő mesterséges intelligenciával, testek, agyak, elmék előállításában létre fognak jönni a társadalmainkban olyan osztályok, akik teljes mértékben haszontalanná válnak ezáltal. Harari úgy nevezi, hogy Useless People, vagyis a haszontalan emberek. Ők lesznek azok, akik a technológia fejlődésében nem tudták tartani a lépést. Azok, akik nem tudták megtanulni ezeknek az új technológiáknak a használatát. Ez a haszontalan emberekből álló osztály, akik életük során megtanultak egyetlen szakmát, ezt az egyetlen szakmát valamilyen módon a technológia kiváltotta, és innentől kezdve nem képesek már saját magukat egy olyan szintre képezni, hogy megfelelően versenyképesek legyenek ebben a technológia által meghajtott piaci közegben. Ezt nagyon szépen leírja is Zsizsek, azt mondja, hogy akik a haladás vonatán utaznak, a teremtés és a pusztítás isteni képességeire tesznek szert, míg a lemaradók a kihalással fognak szembenézni. Igen, először még csak a munkaerőpiacról halnak ki, és utána, ha az emberi Testeket, agyakat, elméket is tudja már a technológia, illetve a mesterséges intelligencia reprodukálni, fejleszteni, kicserélni, onnantól kezdve fizikai és szellemi mi voltában is haszontalanokká, majd kihaltakká válnak ezek az emberek. Az AI levélben tükröződő pánik abból a félelemből fakad, hogy még azok is, akik a haladás vonatán vannak, képtelenek lesznek azt kormányozni. A jelenlegi digitális feudális uraink félnek. Ők azonban nem nyilvános vitát akarnak, hanem a kormányok és a technológiai vállalatok közötti megállapodást, hogy a hatalom ott maradjon, ahová tartozik. Na igen, most már kezdünk oda eljutni, ami szerintem is a valós problémát jelenti. Nem az a probléma, hogy most az emberiség egy olyan eszközt kapott a kezébe, ami meghaladja az ő képességeit, és ki fog csúszni a kezei közül. Sokkal inkább az a probléma, hogy a jelenlegi digitális feudum urai próbálják saját maguk kisajátítani úgy, hogy ebből csak is ők profitálhassanak. Ugye a világ szerte, a gazdasági szférában, a bankjaink esetében is ugyanezekből adódnak a problémák. Az, hogy a bankokban és a bankokat felügyelő szervezetekben Ugyanazok az emberek ülnek gyakorlatilag, legalábbis ugyanazok az érdekek mozgatják őket. Ezért, ha egy bank pofátlanul és gátlástalan módon működik, és ennek hatására a piacon bedől, az állam, aki érdekel ugye ebbe, kénytelen kimenteni. Nyilvánvalóan az adófizetők pénzéből. Nos, én úgy gondolom, hogy a modern kapitalizmusban kétféle banki működés lenne helyén való vagy a rendes, szabadpiacos kaszinókapitalizmus, vagy az államilag kontrollált és az állam által biztosított bankok rendszere, ami az egész rendszernek az alapját meg tudná teremteni. De az, hogy a kettő együtt működik, az nagyon nem oké. Az, hogy a bankok azt csinálnak, amit akarnak, gyakorlatilag a piacon regulák és szabályok nélkül bármit megtehetnek, és ha ennek következményében csődközeli állapotba kerülnek, akkor az állam kénytelen azt kimenteni, mert a saját maga működését is ez befolyásolja. Vagy ne tegyen meg mindent a bank, komoly szabályozások alá kerüljön, és ha ezek után nemzetgazdaság szempontjából egy stratégiai csődközelbe kerülne, akkor az állam kimentheti. Vagy akkor tényleg teljesen kaszinó alapon bármit csináljanak meg a bankok, de ha ez a működés azt okozza, hogy bedőlnek, akkor dőljenek be, hagyja az állam csődbe menni, és a bankvezetők és a bankban részvevők viseljék el ennek a következményét. De az, hogy mind a kettő rendszerből kivesszük a jobb aspektusokat, és ezt egyesítjük úgy, hogy egyiknek sem kell a hátrányát elszenvedni a bankoknak, az nagyon nem oké. És ugyanebből az okból kifolyólag írtak most Elon Muskék nyílt levelet. Azért, mert ők mindenféle állami felhatalmazást és jogosultságot akarnak, viszont semmiféle felelősséggel nem akarnak tartozni ez iránt, és semmiféle szabályozás alá nem akarnak esni. A mesterséges intelligencia képességeinek masszív bővülése komoly fenyegetést jelent a hatalmon lévőkre. Beleértve azokat is, akik fejlesztik, Birtokolják és irányítják a mesterséges intelligenciát. Ez nem kevesebbre utal, mint az általunk ismert kapitalizmus végére, ami egy olyan önreprodukáló mesterséges intelligencia rendszer kilátásában nyilvánul meg, amelynek egyre kevesebb emberi beavatkozásra lesz szüksége. Az algoritmikus piaci kereskedés csupán az első lépés ebbe az irányba. A választás a kommunizmus egy új formája és a kontrollálhatatlan káosz között marad. És úgy gondolom, ahogy eddig is, továbbra is a kontrollálhatatlan piaci káosz fog működni a világban. Itt már zárójelesen Zsizsek megjegyzi, hogy vannak olyan piaci algoritmusok, amelyek már mesterséges intelligencia alapján végzik a bizonyos tranzakciókat úgy, hogy emberehez nem is kell, de gyakorlatilag úgy, hogy valós árucsere sincsen az egész aktivitás során, csupán fiktív javak cserélnek gazdát azért, hogy ezek a tőkés érdekek még inkább nagyobb tőkét tudjanak felhajtani. Ez is egyébként borzasztó, hogy kialakítottunk egy olyan tőzsderendszert, ahol már valós piaci tranzakcióknak nem is kell végbe mennie, csak fiktív tranzakciók akár másodpercenként több száz vagy több ezer piaci tranzakciót tud lebonyolítani akár egyetlen részvevője is, és ezzel szénné tudja manipulálni a piacot, ugye minél nagyobb tőkéje van annál inkább, és ezzel további hasznot tud magának felhajtani. Nem történt semmiféle árucsere, semmiféle tranzakció, mégis bővül a portfólió, több lesz a tőke, jobban pörög a gazdaság. És ezek csak az első lépések, amik már tényleg teljesen átszűk a gazdaságunkat, és ha ez így megy tovább, nem lesz semmiféle szabályozás, akkor már csak mesterséges intelligenciák fognak mesterséges intelligenciákkal kereskedni, azért, hogy a mesterséges intelligenciák fölött lévő nagy tőkések egyre inkább még nagyobb tőkésé, és már nem is az, hogy még nagyobb tőkésé, hanem hogy feudális urakká válhassanak. Az új chatbotok sok magányos, vagy nem is annyira magányos embernek kínálnak majd végtelen estéket, baráti párbeszédekre, filmekről, Könyvekről, főzésről vagy politikáról? Egy régi metaforámat idézve: az emberek a koffeinmentes kávé vagy a cukormentes üdítő mesterséges intelligenciáját kapják majd. Egy barátságos szomszédot, akinek nincs csontváz a szekrényében. Egy másikat, amely egyszerűen alkalmazkodik a saját igényeihez. Van itt egy fetisista tagadás. Nagyon jól tudom, hogy nem egy valódi személlyel beszélek, de olyan érzés, mintha mégis ezt tenném. És teszem ezt mindenféle kísérő kockázat nélkül. Új, itt egy nagyon érdekes dologra tapint rá, Zsizsek. Valahol ez úgy gondolom arra vezethető vissza, legalábbis én arra asszociálok ezzel kapcsolatban, hogy a technológia hogyan segíti elő a kényelmünket ugye korábban az emberi kapcsolatainkhoz az volt szükséges, hogy személyesen találkozzunk, hogy beszélgessünk, hogy időt fektessünk a másikba, hogy meghallgassuk a másikat, hogy konfliktust vállaljunk vele, hogy empátiát érezzünk vele kapcsolatban, stb. 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 És ahogy szélesedik ki a technológiai lehetőség, úgy először a telefonos beszélgetésekbe vezetődött át ez az emberi kapcsolat, aztán most már nagyon sok esetben chat formájába. Ami ugye azt jelenti, hogy nem kell már elmenni személyesen a találkozásra, hogy egy közös helyen legyünk mi ketten, ahhoz, hogy tudjunk beszélgetni. De nem is kell már beszélnünk, csinálhatjuk ezt bármiféle másik tevékenységünk során, és csinálhatjuk ezt akkor, amikor éppen kedvünk van irogatni a másiknak. De egy chat GPT-vel, egy mesterséges intelligenciával már a másik oldalon lévő emberi faktort is kivehetjük az egészből. Nem kell már aggódnunk azon, hogy a másik félt megsértjük valamivel. Nem kell már azon aggódni, hogy a másiknak az érzésébe belegázolunk. Mivel egy mesterséges intelligenciának nincsenek érzései, nincsenek traumái, ahogy Zsizsek itt írja, nincsenek csontvázak a szekrényben, nincsenek múltból eredő traumái, nincsenek lefolytásai, nincsenek szorongásai, és ezáltal nekünk sincs felelősségünk a másik iránt. Csupán maradnak az intellektuális beszélgetések, a végtelen estékben nyúló nagyon érdekes beszélgetések filmekről, könyvekről, főzésről vagy politikáról egy olyan entitás, ami valójában nem is entitás, hanem egy teljesen kockázatmentes, unaloműző partner. Sokan ugye nagyon szomorú módon, ma is csupán unaloműzésre tartják maguk mellett a barátaikat, hogy ne érezzék egyedül magukat, ezért bonyolódnak párkapcsolatokba. Ez a mesterséges intelligenciák előretörésével azonban egy sokkal biztonságosabb, kényelmes közeget tud majd nyújtani a magányos vagy nem is annyira magányos embereknek ahogyan a koffeinmentes kávé esetében és a cukormentes kóla esetében, a chat GPT esetében is az ember tudni fogja, hogy nem egy valós emberrel beszél, de mégis annyira csábító lesz a cukormentes üdítőital, és a koffeinmentes kávé elfogyasztása, vagyis a traumák nélküli ember, a szorongások nélküli emberrel való intellektuális párbeszédnek a csábítása, hogy az ember félre fogja tenni ezt a fajta lelki diszkomfort érzetét, és a tényleges komfort érzetét fogja előnyben részesíteni. Az ember nagyon sok esetben a legkisebb ellenállás irányába megy, mindegy, hogy ennek mik a negatív következményei. A kényelem az embernek egy nagyon fontos dolog, de én azt gondolom, hogy a kényelem az az egyik legrosszabb dolog, ami az emberrel történhet, ha egy bizonyos mértékeken túli. Minden esetre az AI levél alapos vizsgálata azt mutatja, hogy ez egy újabb kísérlet a lehetetlen megtiltására. Ez egy régi paradoxon: nekünk, embereknek lehetetlen részt venni egy ember utáni jövőben, ezért meg kell tiltanunk a fejlődését. Ahhoz, hogy eligazodjunk ezekben a technológiákban, fel kell tennünk Lenin régi kérdését: kinek a szabadsága, hogy mit tegyen? Milyen értelemben voltunk szabadok korábban? Nem voltunk-e már sokkal inkább irányítva, mint ahogyan azt felismertük? Ahelyett, hogy a szabadságunkat és a méltóságunkat a jövőben fenyegető veszélyeiről panaszkodnánk, talán először azt kellene megvizsgálnunk, hogy mit jelent a szabadság most. Amíg ezt nem tesszük meg, úgy fogunk viselkedni, mint a hisztérikusok, akik Jacques Lacan francia pszichoanalitikus szerint kétségbe esetten vágynak egy úrra, de csak olyanra, akit uralni tudnak. Igen, ez tök érdekes felvetés Zsizsek részéről, hogy mindenki azon aggódik, hogy a szabadság a ChatGPT és az egyéb mesterséges intelligenciák hatására miféle szabadságkorlátozó következményeket fog magában hordozni a jövőben. De senki nem teszi fel a kérdést, hogy a szabadság mit is jelent ma, mennyire vagyunk szabadok, és mit tehetnénk ennek érdekében, hogy ez megváltozzon pozitív irányba. Ez a nyílt levél az AI szüneteltetéséről azt mondja, hogy nekünk, embereknek, ahhoz, hogy a jövőben is megtarthassuk emberi mi voltunkat, most a jelenben meg kell tiltanunk egyfajta technológiai fejlődést, és csak úgy maradhatunk önmagunk, ha nem fejlődünk. Nos, mindenki látja ennek a hazugságát, és tudjuk az örök közhelyet, hogy csak is az tud önmaga maradni, ami folyamatosan változik és fejlődik. A 19. századi mondás sem állja meg a helyét, hogy csak is úgy tud az emberiség megmaradni, ha elsődleges közlekedési eszközének továbbra is a lovakat fogja megtartani, és nem nyit az autó felé. Látjuk, hogy az autó és a későbbi repülőgép is csupán egy eszköz az emberiség kezébe, amit lehet jól használni és lehet rosszul használni, ugyanez igaz a mesterséges intelligenciára is. A futurista Ray Kurzweil azt jósolja, hogy a technológiai fejlődés exponenciális jellegének köszönhetően hamarosan szellemi gépekkel lesz dolgunk, amelyek nem csak az öntudat minden jelét mutatják, hanem messze felülmúlják az emberi intelligenciát. Nem szabad azonban összetéveszteni ezt a poszthumán hozzáállást azzal a paradigmatikus, modern törekvéssel, hogy a természet feletti teljes technológiai uralmat elérjük. Ehelyett ezen folyamat dialektikus megfordításának vagyunk tanúi. A mai poszthumán tudományok már nem az uralomról szólnak. Hitvallásuk a meglepetés. Milyen esetleges nem tervezett emergens tulajdonságokat szerezhetnek maguknak a fekete doboz mesterséges intelligencia modellek? Senki sem tudja, és ebben rejlik az egész vállalkozás izgalma, vagy éppen banalitása. Ezt a fekete doboz kifejezést az angol blackboxingból fordítottam le, de akár meg is hagyhattam volna eredeti formájában. Ez az angol kifejezés, hogy blackboxing azt jelenti, hogy ez az a mód, ahogyan a tudományos és műszaki munkát a saját sikerei által láthatatlanná tesznek. Tegyük fel, hogy egy gép nagyon sikeresen működik, és ennek hatására az emberek csak arra figyelnek, hogy mi van ebbe a gépbe betáplálva, illetve mi jön ki ebből a gépből, a gépen lévő belső folyamatokra már kevésbé esik hangsúly. És nincsen szó ennek a gépnek a belső bonyolultságáról. Ezért eredez a kifejezés magából a fekete dobozból. És ebből adódik ezeknek a technológiáknak a paradoxon léte. Vagyis, hogy minél sikeresebb ez a tudomány és technika, annál inkább átláthatatlanabb a működése, annál inkább homályosabb a működése. Ugyanez igaz a chatgpt re is, és ugyanebből adódik ennek az egésznek a homályossága. Tudjuk, hogy a világ összes adata bele van táplálva, és azt is tudjuk, hogy mi jön ki a másik felén, Viszont, hogy ebbe a fekete dobozba mi is történik, arról már senki nem tud. El van adva ez az egész egy mesterséges intelligenciának, pedig szó sincsen itt mesterséges intelligenciának, csupán egy algoritmusról van szó, ami nyilván nagyon okosan meg van konstruálva, de akkor is emberek tervezték, és emberek táplálták be ennek az algoritmusnak a működési mechanizmusát. Vagyis, ami erre ők ezt beprogramozták, olyan eredményeket fog kiköpni a végén ez a ChatGPT. Látszik, hogy mennyit hazudik a ChatGPT, látszik, hogy mennyire messianisztikusnak próbálja bemutatni magát, és egyébként azt is látjuk, hogy sok esetben mennyire nem működik a ChatGPT. Szerintem a chatgpt nek erre a fekete doboz jellegére kellene sokkal inkább koncentrálni, nem pedig arra, hogy mit köp ki a végén. Nyilván azt köpi ki a végén, ami bele van programozva. Csak nem tudjuk, hogy mi van nyilván beleprogramozva, így egy homályba vagyunk tartva, és mindenki ezt a homályt kiszínezheti olyan színes ceruzákkal, ami ennél éppen járja a világát. Ezért a század elején jean bierre Dupont Francia filozófus mérnök az új robotikában, a genetikában, a nanotechnológiában, a mesterséges életben és a mesterséges intelligenciában a hagyományos, antropocentrikus, arrogancia különös megfordítását látta, amelyet a technológia lehetővé tesz. Hogyan magyarázzuk meg, hogy a tudomány olyan kockázatos tevékenységgé vált, hogy egyes vezető tudósok szerint ma ez jelenti a legfőbb veszélyt az emberiség túlélésére. Egyes filozófusok erre a kérdésre azt válaszolják, hogy Descartes álma a természet urává és birtokosává válni, rosszra fordult, és sürgősen vissza kellene térnünk az uralom uralmához. Ők semmit sem értettek meg nem látják, hogy az a technológia, amely az összes tudományág konvergenciája révén, a horizontunkon formálódva éppen a nem uralomra törekszik. A holnap mérnöke nem hanyagsága vagy tudatlansága miatt lesz varázsló tanonc, hanem önszantából. Az emberiség megteremti saját istenét vagy ördögét. Bár a végeredményt nem lehet megjósolni, egy dolog biztos. Ha valami posztemberiséghez hasonlított dolog, Kollektív tényként jelenik meg, világképünk elveszíti mindhárom meghatározó egymást átfedő alanyát: az emberiséget, a természetet és az istenséget. Emberi identitásunk csak az áthatolhatatlan természet hátterében létezhet. De ha az élet olyanná válik, amit a technológia teljes mértékben manipulálhat, akkor elveszíti természetes jellegét. A teljesen ellenőrzött létezés megfosztja az értelmétől, nem is beszélve a véletlenszerűségről és a csodáról. Ebből a három aspektusból érdemes azt gondolom, hogy mindent megvizsgálni a mesterséges intelligencia kapcsán. A természet, az emberiség és az istenség. A felvilágosodással ugye egyrészt szekularizáltak lettek a társadalmaink, és elveszítettük a szakrális kapcsolatot az Istennel. A technológia fejlődésével pedig egyre inkább elveszítjük a kapcsolatot a természettel, annak kapcsán, hogy egyre inkább uralmunk alá hajtjuk a természetet és kizsákmányoljuk. De itt még nem ért véget ugye a probléma, mert a technológia további ostromlásával még azt is elérhetjük, hogy istenekké váljunk, és ezáltal az emberiséggel kapcsolatos szálainkat is elvágjuk. Ettől még ugyan technológiailag nagyon-nagyon messze vagyunk, de azt gondolom, hogy a társadalmi diskurzust erről el lehet kezdeni. El lehet kezdeni gondolkodni arról, hogy ennek mik a veszélyei, mik az esetleges pozitív konnotációi, illetve érdemese azután, hogy az Istennel való kapcsolatunkat nagy részben felégettük, felégettük szó szerint és átvitt értelemben is a természettel való kapcsolatunkat, érdemese megszűnnünk létezni, mint emberiség is. Ugyanez vonatkozik természetesen az isteni érzésre is. Az isten emberi megtapasztalásának csak az emberi végesség és halandóság szempontjából van értelme. Amint homodeuszszá válunk és olyan tulajdonságokat hozunk létre, amelyek a régi emberi nézőpontunkból természetfelettinek tűnnek, az istenek, ahogyan ismerjük őket, eltűnnek. A kérdés az, hogy mi marad? Ha marad egyáltalán valami? Imádni fogjuk majd az általunk létrehozott mesterséges intelligenciákat? Minden okunk megvan az aggodalomra, hogy az emberiség utáni világról szóló technosztikus víziók, ideológiai fantazmagóriái elhomályosítsák az előttünk tátongó szakadékot. Mondanom sem kell, hogy egy hat hónapos szünetnél többre lenne szükség ahhoz, hogy az emberek ne váljanak jelentéktelenné, és életük ne legyen értelmetlen a nem túl távoli jövőben. Ez a vége Zsizsek cikkének. Az a kérdés, amit itt a végén Zsizsek felvet, hogy mi lesz majd egy ilyen poszthumán sivatagban, mi lesz majd tényleg az emberek a mesterséges intelligenciákat fogják az Istenek helyett imádni? Erre azt gondolom, már ma is megadható a válasz, hogy Hát valószínűleg igen, mivel már ma is nagyon sokan a technológiától várják, és ezektől a tech a megváltást. Nem kell itt nagyon messzire mennünk, ha ilyen techmessiásokat akarunk találni. Ezt az AI betiltásáról szóló levelet is aláírta az egyik fő sámán. Érdekesnek tartom valamilyen szinten én is a mesterséges intelligenciának a veszélyeiről, a saját életünkre gyakorolt hatásáról való diskurzust, de úgy gondolom, hogy valahogy elviszi a fókuszt a jelenkorunk valódi kérdéseiről és a valós problémáinkról, amik nem a jövőben fognak felbukkanni hanem most már léteznek. Az Istennel való kapcsolatunkról, a természetről való kapcsolatunkról, a közügyeinkről való beszédek, a gazdasági rendszerünknek a problematikái, stb. stb. Érdekes a mesterséges intelligenciáról diskurálni, de ugyanazok a kérdések, amiket felteszünk a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, vajon feltesszük-e a mai életünkkel kapcsolatban, a mai gazdasági rendszerünkkel kapcsolatban, a mai politikai rendszerünkkel kapcsolatban és a mai kultúránkkal kapcsolatban? Miféle szabadságunk van ezekbe a rendszerekbe, miféle lehetőségeink, és miféle veszélyeket nyújtanak ezek az általunk kialakított rendszerek? azt gondolom, hogy ezek az igazán fontos diskurzusok, és amellett, hogy érdekes bizonyos filozófiai szempontból megvizsgálnunk a mesterséges intelligenciát, de az azzal kapcsolatos kérdéseket mindig érdemes a jelenkorunkra is érvényesíteni, ahogyan itt most Slavoj Zsizsek emlékeztetett minket erre. Számomra a tudás az nem önmagáért van. Nem csupán azért van, hogy megszerezzük és ezzel pózolhassunk. A tudás mindig akkor nyer értelmet, amikor azt a gyakorlatban lehet alkalmazni. Így, ha valamiféle tudást szerzünk a jövőnkről, valamiféle diskurzusban valami konszenzusra jutunk, akkor azt próbáljuk meg a jelenkorunkra érvényesíteni. És a jelenünket jobbá tenni, nem a jövőnket jobbá tenni. Meglehetősen sok javítandó dolog van a jelenünkben is. Fontos a jövőnkkel kapcsolatban is aggódni, és filozófiai értelemben egy poszthumán jövőről is értelmes bizonyos mértékben diskurálni, de ez a jövő is abból fog felépülni, amilyen jelent itt magunk után hagyunk. Sorry, seriously. Uh, can I give you some fucking fruit juice! Or